Idén is változatos és színes előadásokkal várja az érdeklődőket a Makói Nyelv programsorozat. Június 20-án szombaton este 9 órától a Magyar Beatzene aranykorát idézik fel a Hagymaház szabadtéri színpadán. Az FG4 zenekar 2006-ban alakult, fonográf és illés dalokat játszanak, a korhűen és hanghűen adják elő ezeket a dalokat, megidézik a Magyar Beatnek az aranykorát, és természetesen sok érdeklődőre számítunk. A következő előadásra csak egy hetet kell várni. Június 27-én a Maros Tánc Együttes pátfalvi lakodalmas táncjátékát tekinthetik meg. Július 25-én a Molnár Dixieland Band és Szulák Andrea ad koncertet. Augusztus 8-án egy operett előadással a Mágnás Miskával búcsúzik majd a Makói Nyár. A szabadtéri színpad előadásai mellett most hétvégén is kínál programot a Zenepavilon a Makovec téren. Most harmadik alkalommal lesz a vasárnapi Zenepavilon-i koncert. Most a Colorado Country Bandnek a koncertét láthatják itt a Zenepavilonban az érdeklődők. Este 7 órakor kezdődik, ezek vasárnaponként vannak, és még júniusban van, a június 28-án a Makói Életiségű Vokát zenekar, ők régi és új slágereket fognak játszani. A Makói Nyár előadásaival kapcsolatban változás az előző évekhez képest, hogy csak az előadások kezdete előtt egy órával lesz lezárva a szabadtéri színpad melletti szervízút. Jegyeket elővételben a Hagymaház előtti hagyományos jegyárusító helyen minden nap 9 órától 19 óráig, illetve az előadás előtt a helyszínen is meg lehet vásárolni.